Sziasztok, megérkeztünk a New Step Fitness és Tánc Stúdió edzésére, ahol már nagyban folynak az előkészületek a Pán Péter előadásukra. Tartsatok velem és megmutatom nektek a felkészülést, illetve az előadást is. Igazából itt Szolnokon már nagyon régóta létezünk, mint egyesület, és több lábon állunk, táncversenyekre járunk, akrobatikus táncversenyekre, légtáncversenyekre, és emellett elkezdtünk nemrégen a színházba is kicsit belekóstolni. Ti vagytok az üzenetlány csapat, jól tudom? Igen, 2016-ban szerepeltünk ebben a tévéműsorban, mint üzenetlány csapat, azóta pedig már, mint üzenettánciház, visszük tovább az üzeneteket színházban. A Pán Péterre hogy készültetek fel? Már elkezdtük 19-ben, és úgy is volt, hogy bemutatjuk, de utána nem sikerült a Covid miatt, és akkor eltoltuk, majdnem egy fél évvel rá sikerült bemutatnunk, akkor viszont telt házzal, és most, mivel ugye nagy sikere volt, és szeretnénk még egyszer itt még Szolnokon. Hány Pán Péter várható még? Reméljük, hogy sok, mivel szeretnénk nem csak Szolnokon, hanem más városokban is bemutatni, és hát esetleg még itt is később, de ezt majd még meglátjuk. Hányan vagytok így magába az egész Tánc Stúdióban? Körülbelül szerintem most 80-an a legkisebbekkel együtt, és hát szeretnénk ezt megtartani, vagy még növelni. Mindenféle korosztály megtalálható? Igen, a legkisebbünk az majdnem 3 éves, és a legidősebbünk 18 évesen, már még egyetemisták is járnak vissza hozzánk. Nagyon jó hangulatban telnek az edzések, és mindenki mindenkivel jóban van. És jókat, amikor valaki elront valamit, akkor nagyon jól tudunk nevetni, de persze komolyan is tudjuk venni az egész műsort. Heti hány edzésetek van? Hát én heti 6-7 edzésre járok, de ezek között van légtorna edzés, 3, és van 3 vagy 4, ami pedig sima Pán Péteres vagy ilyen próbák. Szeretsz ebbe az edzésben? Hát én azt szeretem, hogy itt sok a barátom, meg hogy mindig táncolunk, meg akrózok, és én ezt nagyon szeretem csinálni. Nagyon ügyes vagy, te ebbe valami profi vagy? Hát nem vagyok benne profi, de sokat csináltam már, meg versenyeztem is már szilken. Milyen verseny eredményeid vannak? Hát nagyon-nagyon sok van, mindenféle. Csinálsz még nekünk itt már ilyen kis fikcsót? Aha. Lesznek a szüleid? Igen. És minden fellépés előtt izgulsz? Igen. Te neked mi a szereped? A tündértánc.
most kezdték el, és mindenkinek megpróbáltunk lehetőséget adni, ha még csak egy kis szösszenetet is, de megjelenjen a színpadon, mert minél korábban elkezdik a gyerekek, annál hamarabb éreznek rá erre, és utána már nem lesz olyan félelem bennük, és szívesen játszanak. Honnan jött ez az ötlet? Mert maga a Pán Péter, meg úgy alapjáraton ez a New Step Fitness és Tánc Egyesület. Az egyesület ez már közel 10 éves lesz, folyamatosan új dolgokkal próbálkozunk, ugye az Üzenet Táncínház az most már közel 5 éve járja az országot, és onnan jött az, hogy kellene egy olyan téma, amit nem csak ilyen nagyon komoly és nagyon szívemarkoló téma, hanem legyen valami vidám mese, ami mindenkit érdekel. Na hát ugye, mivel légtornázunk, tehát olyat kell, ami légies. Na, hogy miben repkednek sokan, hát a Pán Péterben, és itt tulajdonképpen innen jött az ötlet, hogy legyen Pán Péter. Oké, hogy mennek az akrobatikák, meg kézenállások, minden, de ebben a jelmezben is megy? Igen. Nem olyan nehéz, mint amilyennek látszik igazából. És te szoktál izgulni fellépések előtt? Nagyon. Sokkal jobban izgulsz, amikor itt van a család, vagy jobban izgulsz, amikor idegen emberek előtt kell fellépni? Amikor itt van a család, akkor sokkal jobban izgulok. És nagyon szeretek szerepelni azért, mert szeretem, hogy néznek minket, és ennyi. Hogy szoktál a fellépésekre készülni? Ugye van az edzőnk, úgy hívják, hogy Reni, és ővel szoktunk gyakorolni, meg otthon is szoktam. Most mennyire izgulsz? Hát, nagyon. Ez neked a hanyadik fellépésed? Nem tudom. És hány éves vagy? 7.